Aki járt mostanában a Kálvin utcán, láthatja, hogy lekerültek az állványok a Kályami Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény épülete elől. Mikor fognak költözni, kérdeztük Prósz Csilla intézményvezetőt. Mint megtudtuk, folyamatosan rendezik be az iskolát, illetve folyik az ablakok, a folyosók, a padozat, a bútorzat takarítása, a függönyök feltétele, hogy minél hamarabb be tudjanak költözni. Jelenleg a hatóságok engedélyére várnak, hogy birtokba vehessék a gyönyörűen felújított iskolát. Folyamatosan rendezzük be az iskolát, illetve a takarítási munkálatok folynak, az ablakok, a folyosók, a padozat, a bútorzatnak a takarítása, a függönyök feltétele. Ez mind-mind hozzátartozik ahhoz, hogy minél hamarabb be tudjunk költözni ide az intézménybe. Per pillanat a különböző hatóságoknak az engedélyére várunk, hogy birtokba vehessék a kollégák, illetve a gyermekek ezt a gyönyörűen felújított iskolát. A termek többsége már be van rendezve. A pályázatból az egész iskolába új bútorokat, oktatási eszközöket kaptak. A termek többsége már be van rendezve a pályázat keretein belül beszerzésre került bútorokkal, illetve eszközökkel, mert nem csak bútorok, hanem különböző oktatáshoz szükséges eszközök is kerültek beszerzésre a pályázat keretein belül, de ezen kívül is újabb bútorokat tudtunk beszerezni most a 2020-as évnek a második felében, így év vége felé, és most azt várjuk, hogy ezek is megérkezzenek, és akkor boldogan mondhatjuk el, hogy az egész iskola vadonatúj bútorokkal lesz felszerelve. Készült egy új épületszárny, hatalmas termekkel megújult az elektromos hálózat és a fűtésrendszer, és liftet is építettek az új szárnyhoz. Januárban várhatóan már ide jönnek a gyerekek. A fűtés már megy, hogy felmelegedjenek a falak. Az új épület részben ugye a tantermek úgy kell, az előírásoknak megfelelően kerültek kialakításra, és azért olyan szép nagyok és tágasak. Itt egy nagyobb létszámú osztály is bátran el tud férni a termekben. Igen, gyönyörű szép a világítás, nagyon-nagyon világos van itt az iskolában, hiszen az egész elektromos hálózat felújításra került, kicserélésre, felújításra, de ugyanezt mondhatom el a fűtésrendszerről is. Ahogy itt beléptünk az iskolába, megcsapott minket a meleg, hiszen már most működik a fűtés éppen azért, hogy a kihűlt falakat azt át tudjuk fűteni, mire beköltözünk azért meleg legyen, és a fűtési rendszer is igen jól működik, úgyhogy mindezeknek örülünk. El kell, hogy mondjam, hogy még lift is került beszerelésre, ez is segíti majd az itt folyó munkát, tehát csak pozitívumokat tudok elmondani a most kialakulóban lévő új épületrészről is, és az egész iskoláról is. Az osztálytermekbe az eszközöket úgy szerezték be, hogy kényelmes, hangulatos legyen minden osztálynak. Igyekeztünk az eszközöket úgy kiválogatni és úgy beszerezni, hogy kényelmes és hangulatos legyen minden osztályterme, és így kerültek babzsákok is minden osztályba, két babzsák. Ezt a gyerekek használhatják majd a szünetekbe, vagy az órákon, ez mind-mind az ő kényelmüket szolgálja. Aki belép az épületbe, nem ismeri fel a régi Kovács tagintézményt, mert mindennek.